Jó napot, jó estét a heti jégbüfé nézőinek, a szerint, hogy mikor néznek bennünket. Azért kértem Nemes Dánielt, hogy jöjjön és csináljon rendet az én fejemben, és talán ezzel együtt önöknek is szolgál majd néhány információval, mert a minap a mesterséges intelligenciáról olvastam valamit, ami olyan nyomasztónak találtam, hogy azt gondoltam, hogy muszáj valakitől megkérdeznem, hogy amiről az elmúlt 4-5 hónapban gyakorlatilag naponta hallunk valamit, ez a mesterséges intelligencia, vagy AI, de nem így fogjuk emlegetni, hanem csak mesterséges intelligenciaként, hogy ez tulajdonképpen micsoda, tehát tisztázunk alapfogalmakat, és aztán jussunk el oda, hogy nem fog megsemmisülni a világ, mert hogy egy csomó nyomasztó következtetést is összecsipegettem az elmúlt időszakban ezzel kapcsolatban. Noha az elejét azt nagyon flegmán kezdtem, hogy Magyarországon a mesterséges intelligencia ellen természetes tahósággal védekezünk, de hogy ez nem ilyen vicces. Aztán kiderült, hogy ennek a bombónak semmi értelme nincsen, hanem hogy ez az egész valami, amit egyrészt érdemes megismerni, másrészt pedig majd a szakember elmondja, hogy mennyire kell beijedni tőle, és hogy vannak-e etikai vonatkozásai a mesterséges intelligencia működtetésének, vagy csak a gazdaságiakban mélyedjünk el, hogy mit vált ki, kinek szünteti meg a munkahelyét, milyen tudományos megoldásokat tesz lehetővé, tehát egy zsák érdekesség van az egésszel kapcsolatban, úgyhogy Nemes Dániel, aki nagyon kemény internetes szakértő, és már többször találkozhattak vele az én műsoraimban, majd megpróbál rendet tenni az én fejemben, és akkor az önöknek is tanulságos lesz, remélem. Tessék, mi a mesterséges intelligencia? Hát lehet, hogy csalódást fogok okozni, mert nem hiszem, hogy bárki van, aki itt igazán rendet tudna tenni a fejekben, és én végképp nem vagyok ilyen, ugyanis nem tudjuk, hogy merre fog ez az egész kiukadni. A mesterséges intelligencia, hogyha nagyon tömören fogalmazzuk meg, arról szól, hogy a számítógépek maguktól elkezdenek fejlődni, mint ahogy például egy gyerek is tanul, és így a szoftverek is öntanulóvá válnak. Mitől? És ahogy gyűjtik a tapasztalatot, a begyűjtött tapasztalatot beépítik a saját működésükbe, és annyival is fejlettebbek lesznek. Na de a begyűjtött tapasztalat, az begyűjtött adatokról beszélünk, nem a számítógépbe, mindenféléket beledugunk a világhálóra, föltöltenek mindent, amitől én ki tudom vadászni azt, hogy 14. Lajos stílusában hogyan lehet milyen bútorokat elképzelni, meg azt, hogy ki volt 14. Lajos, tehát hogy mindenféléket fölnyomunk az internetre, és kereső programokkal magunknak segítünk általa. Mit csinálnak ott a számítógépek belsejében? Elkezdenek kavarogni ezek a benyomott adatok, és önmagukat felfejlesztik hova? Na, ebbe lehet, hogy tudok segíteni, ugyanis ez itt egy félreértés, egy közkeletű félreértés. Nagyon sokan azt gondolják, hogy minél több adatot tolunk be a számítógépbe, az annál okosabb lesz. Uh-huh. Ez nem így van. Valamennyi adatot természetesen be kell táplálni. Még csak azt sem mondanám, hogy minél többet, annál jobb, mert van egy limit, ami fölött már igazából a több adat nem segít olyan nagyon sokat. Hogyha nekem van egy pocsék szoftverem, akkor hiába tolok bele 10 millió sakjátszmát, ha a szoftver nem tudja ezeket értelmezni, nem tudja fölismerni az összefüggéseket, akkor nem fog soha megtanulni sakkozni egy kisgyerek szintjén sem. Ezzel szemben, hogyha egy jó öntanuló rendszert tudok leprogramozni, akkor tulajdonképpen egyetlen egy sakjátszmát sem kell, hogy beletápláljak, mert ő maga elkezdi lejátszani, és lejátsza 1 milliószor, 10 milliószor, 100 milliószor, és abból megtanulja. Tehát a programozó teszi bele a tudást, hogy mit csináljon a gép? Igen. Tehát ez egy nagyon népszerű tévedés, hogy minél több adatunk van, annál jobb. Ez nem így van. Ahhoz, hogy a világot meg tudja ismerni a rendszer, ahhoz persze kell beletáplálni adatokat, ugyanis ez felgyorsítja a világ megismerését. Sőt, mivel nem tud oda menni mondjuk valahova egy szoftver, ezért azt, hogy ő oda megy és megnézi a saját szemével, úgy tudjuk pótolni, hogy elmondjuk neki, hogy mit látna, ha ő oda menne. De ennek mondom, van egy limitje, mert amikor a, nem tudom,
200. festményt látja, akkor elkezdi a festményeket tudni megkülönböztetni egymástól. Saját magától tudja ezt? Tehát a tudás honnan érkezik? A programozó küldi bele a tudást, tehát az ember, vagy pedig a gép kezd el értelmezni és önálló entitásként működni? Pont az lenne a dolognak a lényege, hogy a gép magától kezdje el az összefüggéseket felismerni. Pont, mint ahogy egy ember, ugye indulunk egy darab sejtből, és az kezd el osztódni, és akkor a végén lesznek neuronhálózat az agyban. Még kevésbé okos emberek is, meg nagyon okos emberek is, de még egy kevésbé okos ember és egy nagyon okos ember között is nagyon sok nagyságrenddel kisebb a intelligenciabeli különbség, mint egy darab sejt és egy nagyon buta ember között. Tehát a szoftver elméletben magától kéne, hogy tanuljon, de azért ettől még nagyon messze vagyunk, hogy azt az egy darab sejtet valaki leprogramozza. És ezért a programozóknak még kifejezetten van jelentősége, de egy idő után nyilván a szoftver is meg fog tudni tanulni programozni, sőt, egy idő után már jobban fog tudni programozni, mint a legtöbb programozó. Mi az, amit most megélhetünk például a mesterséges intelligenciából, ami jelen van a hétköznapunkban? Nagyon sok helyen van már most is jelen a mesterséges intelligencia. Ugye vannak ezek a népszerű chat alkalmazások, amiket az emberek próbálgatnak, és nagyon vicces eredmények jönnek ki belőle, de például az iskolákban, különösen angol nyelvterületen ez már egy komoly probléma, hogy a házi feladatot rábízzák a ChatGPT-re és a társaira, de ez tényleg egy... A ChatGPT az tulajdonképpen az a szoftver, amit mindenki letölthet most már magának, tehát hogy ez egy hozzáférhető alkalmazás, hogy a telefonjára ráteszi az illető, és azt mondja, hogy akkor nekem most a felvilágosodásról kell holnapra dolgozatot írnom 2000 karakterben, és akkor ezt előállítja a ChatGPT. Hajszál, pontosan 2000 karakter lesz, nyilván azt érdemes. És hülyeségeket nem ír? De egyelőre ír még hülyeségeket, viszont, és ez egy nagyon érdekes kérdés, és szerintem ez egy kulcsmomentum, amire nem túl sok hangsúlyt helyeznek, hogy a mesterséges intelligenciának nincs egója, nincsenek érzései. Magyarul, amikor hülyeséget ír, hogyha megmondjuk neki, hogy most hülyeséget írtál, akkor vissza fogja írni, hogy nem írtam hülyeséget. De ha bebizonyítjuk neki, hogy hülyeséget írt, akkor azt fogja mondani, hogy jabos, tényleg igazad van. És ezt hogy csináljuk? Mármint hogy bizonyítjuk be, hogy tévedtél abban, hogy hülyeséget írtál? Nagyon sok ilyet lehet látni a neten is, hogy mit tudom, egyszerű matematikai, vagy nem... Beleírjuk az érveinket, és akkor igen, visszavonul. Igen, közepesen egyszerű matematikai példák például, vagy tényadatok, és azt fogja mondani nekünk a ChatGPT, hogy ja, bocs, igazad van. Aha. És legközelebb már elven jól mondja. Ez nincs neki egója, de legközelebb jól mondja. Igen. Na most az emberi tanulás az nem azokon a folyamatokon megy kereszt, vagy a tudás megszerzése, inkább így mondanám, hogy kísérletezünk, fejre állunk, módosítunk, tovább kísérlet, illetve módosítunk, és akkor kísérletezünk, és az eredmény szerint vagy megint fejre álltunk, vagy valóságos eredményhez jutottunk, megtaláltuk a megfejtést. Ez hogy van a gépnél? Pontosan ugyanígy kéne, hogy működjön a gépnél is, tehát hogyha a szoftverek jól vannak megírva, akkor pontosan ezt csinálják. Az az egy különbség, illetve néhány különbség közül az egyik leglényegesebb az az, hogy ő sokkal gyorsabban tudja ezt végigcsinálni. Tehát most, ha nem egy fizikai kísérletről beszélünk, hanem csak egy gondolatkísérletről például, tehát hogyha nem kell mondjuk egy folyamatnak végigmennie a maga fizikai valójában, hanem csak ki kell számolni, vagy végig kell gondolni, akkor ezt a gép sokkal gyorsabban és sokkal többször tudja megcsinálni, mint egy ember, és ennek megfelelően sokkal gyorsabban is tud tanulni adott esetben. De visszatérve az előző gondolatra, hogy nincsenek érzelmei, ugye hány olyat láttunk, hogy akár nagyon okos ismerőseinknek is, barátainknak beragad egy gondolat. És hiába érvelünk neki, képtelenség onnan kimozdítani, pedig okos emberekről beszélünk. Aztán van olyan, magunkon is megfigyelhetjük, hogy van egy prekoncepciónk, egy gondolatunk valamivel kapcsolatban, és elkezdik mondani nekünk az ellenérveket, és először csak gyanús lesz. Aztán egyre több jó ellenérvet hoznak,
És van egy pont, amikor ugye elgondolkodunk, hogy hát nem is biztos, hogy nekünk van igazunk, de a legtöbb ember egy csomó témában ezen a ponton még jóval túltolja és ragaszkodik az igazságához. Aztán, hogyha kellően intelligens, akkor az érvek súlya alatt meghajlik és azt mondja, hogy igen, tényleg a másiknak van igaza, de ez általában már jóval azon a ponton túl van, amikor az ellenérvek súlya összességében meghaladja a saját érveinknek a súlyát. Aha. Mert ugye normálisan ott kéne, hogy átforduljon, amikor folyamatosan mérem az érvek és az ellenérvek súlyát, és abban a pillanatban, ahogy elkezdi meghaladni, abban a pillanatban váltani kéne, és azt mondani, hogy bocs, hát tényleg itt vannak az érvek, ez így igaz, akkor csak az embernek akkor a másiknak az érzelmileg nem szokott menni. Investálva vagyunk, ezt nem is tudom, hogy kéne szebben mondani, tehát a saját gondolatvilágunk rabjai vagyunk, és nagyon-nagyon ritka az, hogy valaki azon a ponton váltson. Van olyan, aki könnyen meggyőzhető, befolyásolható embereknek hívjuk őket, akik még jóval azelőtt váltanak. Igen, az más. A befolyásolható az, hogy valaki a puszta szembeszegülésre, a másik szembeszegülésére visszavonulott. Így van. Jön egy ellenérv, és hiába van nagyon sok érve, már is megadom magam neki, ezek a befolyásolható emberek. De akiknek mondjuk határozott véleményük van, hiába nagyon okosak, gyakran jóval túl húzzák azon a ponton, amikor az ellenérvek súlya összességében már jelentősebb, mint a saját érveknek a súlya. És mondom, van néhány olyan téma, ahol még a legokosabb emberek is a végletekig, és már nem tudnak mit mondani, nincs már több ér, elfogynak az érvek. Igen, igen. És mégis ragaszkodnak az álláspontjukhoz, mert investálva vannak bele. És a gép ehhez képest? Nincs érzése. És tehát visszavonul fogva, akkor, amikor vissza kell vonulni? Tehát ahol az ellenérvek súlya átbillen, ott a gép azt mondja, hogy igazad volt? Nyilván ez attól függ, hogy van leprogramozva. Van ilyen érvelő program? Vagy elképzelhető? Én konkrétan nem találkoztam, de persze ennek semmi akadálya, hogy valaki ilyet programozzon, ami csak így érvel. Biztos létezik is, csak én nem találkoztam. Jó, de lecsusztantunk arról a vágányról, ami engem az elején még nagyon izgatott, és most is izgat, hogy a gép tud önmagában generálni saját gondolatokat, mert nem tudom másképpen abszolút kifejezni. Abszolút. Ugye vannak, ami még szintén nagyon népszerű a ChatGPT-n túl, azok a különböző rajzoló programok. Amikor azt mondom neki, hogy rajzoljon le egy nagyon profi és kedves újságíró hölgyet, egy szemüveges, kopasz informatikai szakértővel egy tévéstúdióban, és akkor meg fog rajzolni valamit, ami simán lehet, hogy hasonlít hozzánk. És akkor itt megyünk ugye bele a deepfake-nek a világába, amikor részint ugye... Micsoda, valami mély tudás, vagy mély micsoda? Nem értettem a második szót. Deepfake, tehát hogy nem valós képek, vagy akár most már videók is. Olyan képeket tudunk generálni a mesterséges intelligencia segítségével, ami teljesen fotónak tűnik. Ám de hamis, mert fake. De hamis, így van. Tehát valami lehetetlen helyzetet ábrázol például, és ez egyre inkább komoly gond lesz, akár az igazságszolgáltatásban, vagy a hírek között. Hát most is látjuk, ugye... Álljunk meg egy pillanat, ez a gép önálló tudása, de nem rossz szándékú tudás, hanem egyszerűen csak a gép agyának a játékosságából következik? Hiszen nincs egója, szándéka. Vagy nincs szándéka. Nincs szándéka, de nincs érzései. Valami... Azt mondják neki, hogy ezt és ezt rajzolja meg. Ja, de hogy csak akkor rajzolja meg, ha mondják neki. Tehát saját szándékból nem rajzolja meg? Mert egyelőre még nem. Lehet, hogy majd biztos? Lesz... Hát egyelőre teljesen biztos, de, de lehet, hogy eljutunk majd oda, amikor egy nagyobb program keretében egy részfeladat lesz az, hogy ő most rajzoljon. Tehát, hogyha mint amilyen valaki kiadja azt az utasítást a gépnek, hogy már pedig most befolyásold a közvéleményt ilyen irányba, és a közvélemény befolyásolását úgy fogja csinálni a mesterséges intelligencia, hogy csinál egy csomó hamis képet, politikusról egy lejárató kampányt mondjuk, és akkor intim helyzetekben ábrázolja totális lesi kamut. Fotót, teljesen kamu. A fotó élethűnek tűnik,
nagyon nehéz megkülönböztetni az igazitól, és magától elküldi azoknak az újságoknak, influencereknek, akik ezt közzé fogják tenni. Azt kérdeztem, hogy mozgóképet is tud? Hangot is? Igen, igen, abszolút. A hanga sokkal könnyebb, a mozgókép az valamivel nehezebb, de ezek is működnek. És hát ezt látjuk most például az izraeli-gázai háborúban is, ahogy jönnek ezek a nagyon szomorú képek, és hogyha nem elég jó a mesterséges intelligencia, mondjuk az ingyenes verziót használjuk, akkor úgy születnek a hatújú kisbabák, akik nagyon szenvednek, az ötlábú macskák, akik nagyon szomorú szemmel néznek a romok között. Ja, hogy ezek generált képek? Ezek generált képek. Eléggé komoly arány. És nagyon meggyőző kamuk, de most még lebuknak, mert hatúja van a babának. De nem feltétlenül buknak, nem, hogyha fizetős verziót használnak erre, az már azért figyel például arra, hogy ne legyen a babának hat ujja, és ne legyen öt mancsa a szomorú szemű macskának. És most egyébként konkrétan a ez két konkrét példa filmek, volt, igen. Ezek... Nem, hát nyilván vannak tényleg rettenetes képek és videók is, de elképesztő mennyiségű hamis kép árasztja el a netet, így van. És ezt én, mint néző, nem tudom elhatárolni. Nem, a néző leginkább úgy tudja ezt most már csak megállapítani, mert a minőség tényleg lehet egészen jó, hogy megpróbálja kitalálni, hogy ez mennyire lehet valós, amit ő lát. De ugye egy részük az lehetne akár valós is, független attól, hogy most tényleg az valós-e. Na most igazából ennek apropóján jutott eszembe, hogy miért kezdtelek el macerálni, hogy gyere és beszéljünk erről, mert itt volt nálam Nánási Pál fotós, aki mintegy mellékesen, tényleg, hát abszolút nem erről szólt a mi beszélgetésünk, szóba hozta azt, hogy és már nem kell elutaznia egy sziklás part szakaszra modellt fotografálni, mert elég, hogyha, sőt, már tulajdonképpen majdnem a modellt se kell mozgatnia, mert mindent megtudod. Ő dolgozik ChatGPT-vel, mesterséges intelligenciával, tanulmányozza, és hogy elkezdte nekem magyarázni, hogy ő személy szerint rosszabbul érzi magát, mert hogy egy tengerparton jó hangulatban fotózni, az másfajta ihletettség, de adott esetben olyan komoly költségkülönbségek vannak a kettő között, hogy lehet, hogy ugyanolyan jó óriás plakátot csinál ezzel a kombinációval, és lényegesen abszolút olcsóbb a megrendelőnek. És kinek fáj az, hogy nem tényleg ott a tengerparton fotózták le, nyilván a modellt és a fotós hát leszámítva. Hát elmondom, a turisztika nem fejlődik, nem tudom, hogy micsoda, tehát hogy el tudok 3-4 olyan ágazatot sorolni, csak így abszolút akinek ez anyagi hátrányt ez okoz, ez így lesz. Van, de a más oldalról meg mondjuk a hirdetőnek, hogyha itt egy hirdetésről igen beszéltünk, ott annyival olcsóbb lesz a hirdetés előállítása, annyival olcsóban tudja a terméket adni, és az meg más oldalról megtakarítást jelent majd. Tehát összességében, hogyha nincsenek ilyen úgymond felesleges költségek, akkor az össztársadalmilag lehet hasznos, még akkor is, hogyha sajnáljuk a modellt, mert nem viszik többi egzotikus helyekre, a fotós meg nem kényszerül szegény a tengerpartra eljutni. Nyilván ez lehet sajnálni, lehet sajnálkozni, hogy hát akkor most a fotós nem jut el más oldalról, meg simán lehet, hogy annyival olcsóbb lesz mondjuk elutazni, vagy jobban él mindenki, ezért ő is jobban él. Meg tudod tippelni, vagy meg lehet-e egyáltalán tippelni, hogy ez több hasznot hoz, mint amennyit kárt okoz majd? Például álláselvesztésekben, mert hogy egy csomószor azt mondják, akik ezeket már használják, különböző chatbotokra támaszkodva mindenféleket előállítanak, hogy ez, mit tudom én, az adminisztrációt lepusztítja, tehát azok, akik abból éltek, azoknak az állásuk veszélybe van. Tehát, hogy milyen ágazatokat tud ez esetleg tönkretenni, vagy több haszon származik az egészből, mint amennyi kárt okoz, hogyha totál hétköznapi és általános lesz a hozzáférés. Nagyon érdekes kérdés, hogy mi lesz ennek a vége. Én azt gondolom, hogy simán lehet az a vége, hogy nagyon kevesen fognak valójában dolgozni, de mindenki tűrhetően meg fog élni. 50 év múlva, 20 év múlva, mire tippelsz? Nehéz ezt megmondani. És lesz még világ akkor? Nehéz ezt megmondani, hiszen igen, valahol így 20 és 50 év között lehet reálisan. Mert nagyon sok munkát fog kiváltani. Ugye az önvezető autók, buszok,
azok most már talán belátható távlatban, vagy távolságban vannak tőlünk. A következő 10 évben valószínűleg nagyon sok taxisofőr, buszsofőr, kamionsofőr, teherautósofőr állását fogja elvenni az önvezető autós és buszos és teherautós iparág, de láttunk már például nagyon jól működő takarító robotokat is. Nagyon sok takarítónak is el fogja venni a munkáját. Ugye az alap, hogy programozóknak el fogja venni a munkáját. Miért? Programozóknak? Hát azt gondoltam, hogy az egésznek a végén ott ül a programozó, és ő mozgatja a világot, nem? Nem, nagyon-nagyon sok programozó viszonylag mechanikus munkát végez, és ezt a mechanikus munkát az elsők között fogja, sőt, már most részben elveszi a mesterséges intelligencia. Mert azt fog programozni? Igen. Az ember helyett? Igen. Na, akkor innen egy lépés, hogy visszamenjünk a kellemesen hátborzongató részére a mesterséges intelligenciának, hogyha megtanul programozni, akkor mitől nem tud olyan programot írni, ami az emberiségre veszélyes, rám veszélyes, tudományágakra veszélyes. Mert nincsenek érzései alapból, és nem feltétlen, áltási szándékkal. Nem feltétlen van ilyen célja, de valóban ez az egyik legnagyobb veszélye a mesterséges intelligenciának, hogy úgymond önálló életre kell a Skynet, és kipusztítja az emberiséget. Ez valóban egy kockázat, és nem mondom azt, hogy nem egy létező kockázat, tehát ezzel mindenképpen foglalkozni kell. De hogy? Most azt olvastam tegnap, vagy tegnap előtt, nem tudom, a napokban volt az, hogy az Európa Tanács döntést hozott azzal kapcsolatban, hogy és nehezen tudtam értelmezni, hogy mivel valami egységes fellépés, mesterséges intelligencia ügyben, azt hiszem, hogy pont a rendőrségi képek alkotásának az ügyében hoztak valami határozatot. Túl szegényes volt az információ, amire én támaszkodom, és olyan nagyon nem másztam utána, nyilván lehetett volna többet összeszedegetni, de hogy nagy közösségi döntésekre van szükség azzal kapcsolatban, hogy mit enged meg a világ a mesterséges intelligenciának? Igen, de ezek napvégén lózungok. Tehát amikor most ilyen nagy kinyilatkoztatások történnek, annak nem hiszem, hogy olyan rettenetesen sok hatása van. Sokkal inkább az iparágnak valamilyen szinten önkorlátozónak kell lennie, és oda kell figyelni ezekre a nagyon súlyos etikai kérdésekre. Ugye már az is, hogy kinek vesszük el a munkáját, az is egy etikai kérdés. Azért látom, hogy szeretsz inkább föld közelben maradni, mert engem az nyom azt, hogy mi lesz a világgal, vagy mi lesz, nem tudom én, hogyha ezek itt életre kelnek, te meg azt mondod, hogy az is etikai kérdés, hogy kinek vesszük el a munkáját. Ezek lépések. És az, hogy most mit tudom ezek én... reálisabb lépések. Igen. Miközben az előbb azt mondtad, hogy hát igen, bizony, az nagy kérdés, hogy ha ezek elkezdik programozni magukat, akkor hol okoznak veszélyt. Hát de ugye pont ez a lényege ebben a mesterséges intelligenciának, hogy magát fogja tudni programozni, magát igen. Fejleszti, és létrehozza valaki azt a picike kódot, azt az egy darab sejtet, amiből utána az a teljes szervezet, élő lény, ami mondjuk a biológiában ugye egy sejtből lesz egy okos ember, ott meg lesz egy pici programkódból egy hatalmas programkód, amit saját maga ír. Ugye ez a Szent Grál tulajdonképpen, hogy sikerül azt a pici kódot megírni, ami egyre jobban és jobban írja saját magát nagy kóddá. Na de ez egy teremtés elmélet, amiről itt most beszélünk. Abszolút. És azt se zárhatjuk ki, hogy ennek lesz fizikai megjelenési formája. Igen, mert most még így olyan jó elképzelni, hogy és akkor hozzájutok a konnektorhoz, kihúzom, és a gép nem tud tovább semmit csinálni. Tehát még a kezemben van ez, nem? Igen, de mi van, hogyha az a kód úgy dönt, hogy akkor most ő arra fejleszti magát tovább, hogy a 3D nyomtatókkal álljon neki nyomtatni saját magának fizikai alkatrészeket. És akkor 3D nyomtatókkal kinyomtat fizikai alkatrészeket saját magának. Amik azt csinálnak, amiket ő mond? Igen. Kezek, lábak, agyak, nem tudom micsodák. Hát nem feltétlenül kezek, lábak, mert ugye ez egy biológiai megjelenési forma nálunk, és nem biztos, hogy ez hatékony, hogy most két lábon próbálunk valahogy egyensúlyozni, ahelyett, hogy mondjuk gurulnánk, csak biológiailag úgy alakultunk ki, hogy nem gurulunk, hanem lábakon járunk. Jó, de akkor mondd el, hogy változik fizikai megjelenési formába az, ami egy program, amit a gép magának fejlesztett saját
saját ötleteinek a kivitelezésére. Egy 3D nyomtatóval kinyomtatja az alkatrészeit annak a, nem tudom, robotnak, amit mi már egy fizikai megjelenési formának fogunk látni. És a robottal végeztet el mindenfélét, ami az eszébe jut. Akár. Nyilván ez egy picit ennél bonyolultabb, mert egy 3D nyomtatóban nem elektronikai alkatrészek vannak, de az, hogy most megtervezze egy elektronikai alkatrészt, azt esetleg azokkal a gyártóeszközökkel le is gyártassa, hogyha ezek mind össze vannak kötve, akkor elméletben nem elképzelhetetlen, hogy egy tényleg működő robotot fog tudni valamikor legyártani a mesterséges intelligencia. Valamikor, 30-50 év múlva, ez a megnyugtató távolságén, akkor már régen talán, nem élek. Talán akkor, de ezt nagyon nehéz megtippelni, és nyilván vigyázni is kell, hogy mondjuk leválasszuk az a szoftveres síkról, a felhőről a fizikai megjelenést. Ja, hogy vannak ilyen, amik a számítástechnikában tűzfalak, ugye azok vannak, így útjába állnak. Lehet a mesterséges intelligenciának is korlátokat szabni, hogy ne terjedjen túl? Tehát, hogy ezt meg lehet próbálni, de ugye ezeket nagyon gyakran át lehet törni. Ne felejtsük el például, amikor hát ugye ez nincs kimondva, de mindenki tudja, és hát elég sok bizonyíték szól amellett, hogy jó pár évvel ezelőtt az iráni atomdúsító rendszert azt a Mossad támadta meg, és tette tönkre. Márpedig ott le volt válaszva, tehát nem volt semmilyen fizikai kapcsolat az internet és azok között a centrifugák között. Ritkán frissítették rajta a szoftvert, pendrive-okon vitték át a új kódot, amivel frissítették a centrifugáknak a működését. Ez egy nagyon érdekes dolog volt egyébként nagyon sok informatikai szakembernek és egyéb titkosszolgálati munkatársnak kellett együtt dolgoznia. Annyit csináltak a végén, hogy egy icipicit pörgették gyorsabban a centrifugákat. Ugye ennek megvan az optimuma, az elhasználódás és a gyors urándúsítás között. Van egy optimum, hogyha az alatt van, akkor nyilván sokkal lassabban dúsít, ha a fölött van, akkor meg gyorsan elhasználódik a centrifuga. Hát ők a gyors elhasználódást választották, és erre juttattak be kódot, és tették tönkre a centrifugákat, ami évekkel vetette vissza az iráni atomprogramot. És ott például teljesen le volt választva. Még mindig vannak olyan intézmények Magyarországon is, bankok talán már nincsenek, bár lehet, hogy van néhány olyan terület egy-egy bankban, ahol szintén megvan, az ERGEP-nek hívják ezt a megoldást, amikor tényleg a levegő van az internet és a célrendszer között, teljesen le van válaszva, nincs az internetre rákötve. De ugye most már azokat is valamilyen módon frissíteni kell, tehát az ERGEP az néhány ponton megszakad. Nem úgy, hogy rákötik az internetre tipikusan, hanem úgy, hogy egy pendrive-on vagy valamilyen módon átviszik az újabb szoftvert, az újabb adatot, amiből a szoftver dolgozik, és ott simán lehet, hogy átjut valami olyan kód, ami utána más viselkedést fog a internettől teljesen elválasztott rendszerben eredményezni. Így van. És hogyha a mesterséges intelligencia eleget próbálkozik, már ugye pont erről szól, hogy próbálja összerakni, sőt nem is kell, hogy a konkrét fertőzéssel próbálkozom, hanem ő azt fogja végigjátszani, mi a leghatékonyabb módja ennek. Tehát ő kifejleszti azt, ami a legnagyobb eséllyel fog átjutni ezen az ERGEP-en. És onnantól ez már is lehet úgymond veszélyes, de én nem javaslom senkinek, hogy most álljon neki rettegni, mert az semmi nem segít. Tehát itt a világ fog valahogy alakulni, és én hiszek abban, hogy azért alapvetően a technológia fejlődése az előre visz minket. És persze vannak veszélyek, mint ahogy ezelőtt ugye 100, hát most már inkább 150 évvel, vagy 120-szal, de nagyon kicsi esélye volt annak, hogy mondjuk egy légi balesetben halljunk meg, vagy egy autó üssön el a zebrán. Tekintve, hogy nem nagyon repültek az emberek, és kevés autó volt, aki elüthetett volna. Ezt tök tudom követni, és azonosulni is tudok ezzel a gondolattal, és egyébként nekem meg már nincs olyan sok időm hátra, hogy azt a maradékot azt rettegéssel töltsem. Ezt sosem lehet tudni. De a rettegést semmi, ettől függetlenül nem javaslom. De azért azt
mégiscsak fölvetem, hogy ez egy más nagyságrend, ami itt most történik a feltételezésem szerint. Nagyon-nagyon gyors változások vannak a világban, ez így van, de azért, hogyha megnézzük azt, hogy ezelőtt 10 évvel mindenki azt mondta, hogy itt 2-3 éven belül már önvezető autók lesznek, és még mindig csak nagyon az elején vagyunk, és korlátozott körülmények között viszonylag drága eszközök tudnak önállóan taxizni, és még azok is elég messze vannak de a tökéletestől. De a 4-es metró meg vezető nélkül. Jó, de a 4-es metró az megy egy teljesen egyenes alagútban, ahol nem jön senki jobbról-balról, végképp nem részegsofőr. Ha beesik elé egy utas, vagy belöknek valakit, akkor azt viszonylag egyszerűen föl lehet ismerni, és egyetlen egy feladata van fékezni. Tehát nem kell neki kikerülni, nem kell döntéseket hozni, fékeznie kell. Azért az egy nagyon-nagyon-nagyon egyszerű alkalmazás, de tulajdonképpen itt is beszélhetünk, ha nem is feltétlenül mesterséges intelligenciáról, de az oda vezető úton egy állomásról. Tehát azt mondod, hogy ez az én unokámnak a gondja ez az egész dolog? Vagy a dédunokámé? Nem, vagy lehet, a fiamé? Nem lehet tudni. Ha valaki megcsinálja azt a Szent Grál programkódot, ami utána nagyon gyorsan elkezdi magát fejleszteni, akkor lehet, hogy már itt vagyunk egy, nem tudom, fél órája a stúdióban, ha ezt megírta egy órája, simán lehet, hogy kijövünk és ránk omlik a világ, de ez nem valószínű. Tehát mindennek van esélye. Annak is van esélye, hogy hirtelen egy olyan üstökös fog minket agyonütni, amit egyetlen egy csillagász se szúrt ki, csak ennek nagyon alacsony az esélye. De ugyanakkor ebben valami lelkesítő is van ebben az egészben, mert hogy... Én ezeket mindig lelkesen fogom föl, mert tök jó dolgokat is hoz. Nem lehet, hogy megfejti a világ eredetét például? Hát a világ eredetét. Vagy te persze. Nem hiszel ebbe a sok adat betáplálásából valóságos eredmények, valóságos megfejtések következnek? Kell adat. Kell adat, mert a világot meg kell ismerni. A világnak van egy megjelenési formája, amit nem tud magától kitalálni egy rendszer. Tehát ki tud találni egy olyat, hogy mi lenne az ideális, de a világunk nem ideális. Az, hogy például két lábon járunk, miért két lábon járunk? Miért nem gurulunk, miért nem három lábon, vagy öt lábon, vagy 20 lábon? Ezek mind olyan dolgok, amik egyszerűen így kialakultak, és egy tényadat. Az, hogy miért alakult ki, az most mindegy. Dani, olyasmikre gondolok, hogy a holtengeri tekercsek megfejtődnek, mert hogy kódokat lehet... Abszolút fog tudni segíteni hogy egy ebben. Csomó mindent megtudunk a múltról, egy csomót lehet extrapolálni a jövővel kapcsolatban ezeket, hogy a gép mind segíthet. Hogy maradjunk a holtenger környékén, ugye ott is, hogy a tekercseket megfejteni, ott tulajdonképpen egy olyan feladat állunk szemben, hogy minél több információt kéne begyűjtsünk, és meg kéne találni azokat az összefüggéseket, hogy hopp, na hát ez pont azon a nyelven van, pont azok az írásjelek vannak, és találtunk lehet, hogy sok 100 kilométer onnan, vagy sok 1000 kilométerre egy másik írást, meg ugyanaz a logikával, lehet, hogy nem is ugyanonnan származik, csak ugyanaz a logikával épült föl, és azt segít megfejteni, amit eddig egyetlen egy régész, vagy nyelvész, vagy nem tudom ki se rakott össze, hogy amit találtak, lehet, hogy Mexikóban találtak, csak ugyanabból a korból, ugyanabból az ismeretanyagból, ezért ugyanazzal a logikával épült föl, és segíthet megfejteni. Persze ezek előfordulhatnak, de hogy szintén a környéken maradjunk, most például van ugye ez a rettenetes háború, ahol például a célpontok kijelölésében a mesterséges intelligencia segít. Az, hogy mit fognak lebombázni, az jelentős részben a mesterséges intelligenciának, hát most, hogy köszönhető, az nem tudom, hogy megfelelő kifejezése, de... A következménye. De a következménye, igen, mert a mesterséges intelligencia összerakja az információ morzsákból, hogy mi valószínűsíthető a nap végén, még emberek mondják rá, hogy igen, akkor ezt a műveletet én most engedélyezem, és akkor az a, nem tudom, ház le lehet bombázva, de azt a mesterséges intelligencia rakja össze a drónok képeiből, a hírszerzési információ, már ugye a földi hírszerzési információkból, a telefonlehallgatásokból, hogy mit tudom én, ott van üresnek tűnik az a ház, mégis van telefonforgalom azon abból a körzetből, vagy azokon a fizikai telefonvonalakon, és ezt egy ember lehet, hogy nem ismerné föl, vagy sokáig kéne elemezze az adatokat, hogy erre a következtetésre jusson, hogy hoppá, az ott üres, mégis van telefonforgalom, akkor biztos van benn valaki, akkor nézzük már meg, hogy kit hívott. De ez nem tart ilyen sokáig, mint ahogy most végig mondjuk, hanem ez egy
körülbelül pár elektron összekapcsolódása. Ne, lehet, hogy ez akár órákig vagy napokig is tart, függően attól, hogy hány információforrást használ, mikor telefonál. Tehát lehet, hogy ott van és nem telefonál napokig. Na de ha már itt tartunk a térségben, tehát hogy az, hogy ez a terrorcselekmény október 7-én végrehajtható lett, annak azért sokan nagyon csodálkoztak, hogy... Igen, ez egy megdöbbentő hiba volt hírszerzési oldalon és katonai oldalon is. Nyilván ennek a részleteit nem feltétlenül tudjuk, de a végeredményt azt látjuk, és egyértelműen kijelenthető, hogy óriási hibák voltak. De például az ilyesmiben is simán lehet, hogy a mesterség és intelligencia tud segíteni. Ugye jönnek azok a hírek, hogy már itt évek óta tudtak róla, vagy egy éve tudtak róla, meg nem tudom, napokkal korábban szólt az egyiptomi hírszerzés. Ezek persze ilyenkor mindig felerősödnek ezek a hangok, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy hibást keressünk, de ne felejtsük el, hogy azon a környéken vélhetően naponta 15 ilyen jelentés jön, hogy már pedig holnap támadni fognak, és abból a 15-ből tipikusan 15 hamisnak bizonyul. Most nem bizonyult hamisnak. Ugye tudjuk, hogy hajnali 3-kor vagy 4-kor föl is keltették a vezérkari főnöktől kezdve, nem tudom, és akkor ott kielemezték, és egy rossz döntésre jutottak, mert ugye látjuk a végeredményt, ami eléggé rettenetes. És simán lehet, hogy egy mesterség és intelligenciában akár később jobban is tudna dönteni, most pedig, ha már tartana ott, akkor sokkal jobban tudott volna valószínűsíteni, amit utána az emberek már erre a valószínűsítésre hagyatkozva lehet, hogy komolyabban vettek volna, hogyha ez már beépült volna a hadviselésbe. Nagyon sok mindenre használható, igen, a mesterség. Igen, akarok még valami reménykeltőt is mondani, hogy irtózatos mennyiségű laboratóriumi vizsgálatot betáplálva olyan egészségügyi módszereknek a következtetését hozhatja, amivel eddig nem találkoztunk, nem? Tehát, kitűnő például a rákkutatásban. Látjuk is, ugye van ennek egy elég jelentős magyar cége is, sőt, talán több is, amelyik ez irányba fejleszt, ahol ugye azt kell lemodellezni, hogy az egyes sejtek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, milyen elváltozások hogyan fordulhatnak elő, és hogyha kellő számban ezt le tudja modellezni a mesterség és intelligencia, akkor legalábbis nagyon le tudja szűkíteni azt a kört, hogy milyen irányba érdemes a gyógyszeres kezeléseket, vagy akár a génsebészetet megpróbálni alakítani. Most például egy amerikai barátom, ismerősöm génsebészettel zárt ki valami örökletes betegséget, amit a vizsgálatok kidobtak, hogy nagyon nagy eséllyel a feleségének és az ő DNS állományából a gyerek örökölne valami betegséget, és ezt ki tudták valahogy vágni. Aminek a részleteivel nem vagyok pontosan tisztában, de ezek nagyon... De ez már valóság. Tehát... Ez teljesen valóság, így van. Aha. Mondjuk Amerikában nem itt, de... Lehet, hogy akár itt is lehetne, nem tudom. Kínában biztos, hogy ez napi rutin kísérletek szintjén legalábbis, mert ott azért az etikai megfontolások azok jóval lazábbak. Igen, kicsit. Kevesebbet bajlódnak ezzel. Sokkal többet áldoznak. Vagy hogy mondjam, az áldozatok azok, nekik tipikusan sokkal kevésbé fájnak az elérhető eredményhez képest, magyarul jóval kevésbé óvatosak. Uh-huh. És bátrabban állnak neki a fejlesztéseknek. Vannak ugye az összeesküvés elméletek, amik nem is biztos, hogy azok, hogy a Covid is valami ilyesminek az eredménye lehetett. Így van, valami. Hát ugye a WHO eléggé vehemensen próbálta ezt a vádat tagadni, és Kínát felmenteni ez alól a vád alól. De az amerikai hírszerzés meg egyenesen azt valószínűsíti, hogy ez egy elszabadult kísérlet volt. A legelején, amikor Wuhan vagy hol volt ez az alapfertőzés, hogy ilyen, akkor még emlékszem, hogy szó volt róla feltételezésként vagy pletykaként, hogy ez egy laborkísérletnek a... Igen, és a legutóbbi amerikai hírszerzési jelentések már inkább ezt valószínűsítik, hogy ez nem véletlenül Azért ez nagyon alakult vidám. Ki. Egyébként véletlenül is kialakult, de tulajdonképpen miről beszélünk? Arról, hogy a természetben is
vannak ilyen véletlenek, és akkor, ahogy voltak korábban is hatalmas nagy fertőzés hullámok, amik kipusztították az emberiség igen jelentős részét akár. Igen, a spanyol látványjárvány az valószínűleg nem egy laborkísérlet. Az egészen eredménye. Biztosan nem laborkísérlet eredménye volt, hanem természetesen alakult ki. Időről időre ez a nagyszámok törvénye alapján kialakulhat véletlenül is. Hogy most ez konkrétan egy véletlen volt, vagy egy laborkísérlet eredménye volt, azt ugye biztosan valószínűleg soha nem fogjuk megtudni. Mm-hmm. Még egyszer, most az amerikai titkosszolgálatok inkább azt valószínűsítik, hogy ez egy elszabadult laborkísérlet. Jó, tehát akkor lesz az orvostudományban egészen biztosan konkrét hasznosítható eredménye. Mindenhol lesz. De figyelj is, a világ eredetére vonatkozó megfejtést is ki lehet kínozni a számítógépekből? A gépek adatokat próbálnak értelmezni, igen, és mesterséges intelligenciával megpróbálnak úgymond gondolkodni. Összefüggéseket próbálunk a segítségükkel keresni. Ugye emberi módon is összefüggéseket próbálunk keresni. Tehát amíg rájöttünk mondjuk arra, hogy a tömegvonzás az egy létező jelenség, pedig azt nem tudjuk megfogni. Tehát alapjáraton irtózatosan hatékony működés ahhoz képest, hogy évszázadokon keresztül felhalmozódó tapasztalatok, kivételes embereknek a kivételes agymunkája, ezeknek az elterjesztése anélkül, hogy tömegkommunikáció lett volna, vagy később, amikor létrejött a tömegkommunikáció, lassú információ átadás volt az eddigi emberiség fejlődés. És lassan fejlődünk, ugye a korábbi kutatásokra. Itt meg irtózatos gyorsasággal az információ létrehozza az újabb és újabb információ tömeget, igen, önmagának, és azt azonnal tudja realizálni. Ez a különbség, nem? Gyorsul, még tovább drámaian. De hogyha megnézzük, az emberiség, a tudomány is ugye fejlődött. Csak mennyi idő alatt, vagy mit tudom, kérdés, hogy meddig, vagy honnan számoljuk, de mondjuk, hogyha visszamegyünk 1000 évet, ja, akkor a megelőző 1000 évben a tudomány meddig tudott eljutni? 1000 év alatt. Hát és a rákövetkező ezer... Piramisoktól nem tudom, micsodákig, azért volt egy-két tudás akkor is. Oké, de hát ez egy hogy mondjam, megtanultak nagy kőtömböket szállítani. Hát meg csillagászatból is tudtak ezt, azt meg nem tudom, sok mindent tudtak. Oké, de a következő 1000 év. Hány nagyságrenddel több tudást hozott nekünk, amikor mesterséges intelligenciát fejlesztünk? Szóval nagyon-nagyon-nagyon gyorsan. Hát, mi fejlesztjük, addig oké, de ha csak az önmagát fejleszti. De pont ez a lényeg, hogy ha csak az utóbbi 100 évet nézzük, hogy a tudomány és a technika mennyit fejlődött az utóbbi 100 évben, a megelőző 900-zal szemben. Hát elképesztő fejlődésen ment keresztül, és ez folyamatosan gyorsul. Ha az utolsó 10 évet nézzük az előző 90-nel összehasonlítva, megkockáztatom, hogy az utolsó 10-ben több fejlődés történt, mint a megelőző 90-ben összesen. És simán lehet, hogy ez továbbra is így fog menni, és a jövőre, 2024-ben több fejlődés lesz, mint a 2010-es években összesen. Ez simán előfordulhat, és ez fogja még inkább drámaian tovább gyorsítani a mesterséges intelligencia, ugyanis a gépnek a kapacitását azt szinte korlátlanul tudjuk növelni ugye a felhő alapú informatika segítségével. Elképesztő gyors processzorok vannak most már, amik kifejezetten mesterséges intelligenciára vannak. A processzor az maga a vas, tehát ami csinálja a gép. Hát a központi egysége, igen, ami számol, hogyha ha úgy nézzük, és erre vannak kifejezetten mesterséges intelligenciára kifejlesztett processzorok. A legnépszerűbb, általában legfejlettebb ilyen processzorra például több mint 1 évet kell várni, és ez már egy jó eredmény ahhoz képest, ami volt, pedig ez hát ugye egy nagyon-nagyon sok milliós, inkább 10 millió környéki értékű processzor, és nem egyet szoktak belőle használni, hanem százával, ezrével, vagy még nagyobb számban. Tehát azért itt nem kis számokról beszélünk, ami a költséget illeti, de nyilván, ha nem érné meg, akkor nem tudnák ennyire eladni, sőt, nem fejlesztették volna ki. Ez az egyik része, a másik része meg az, hogy tulajdonképpen számítási kapacitást bekapcsolni, az nagyon-nagyon olcsóvá vált most már. És az egyre kevésbé lesz probléma. Tehát sokkal inkább az a kérdés, hogy azok a kódok, amiket futtatunk, azok mennyire hatékonyak. De hogy nagyon gyors lesz a változás, azt szerintem tudjuk borítékolni, és valóban egyre nehezebb is lesz az embernek ezt lekövetni, mert az ember válik sokkal lassabbá,
és ahogy megváltoztatja a világunkat a mesterséges intelligencia, a szabályozás mindig is valamilyen szinten mögötte fog kullogni. Ez általában úgy volt, hogy a jog az életet követte, nem szokott nagyon elébe menni, de közben itt egyébként szinkronban van, tehát ott tart a jog kis lemaradással, ahogy szokott egyébként az élet dolgaival kapcsolatban, vagy a lövése sincs egyelőre senkinek, hogy mit és hogyan kéne ez ügyben szabályozni. Már itt szóba hoztam, hogy az Európai Unió próbálkozott valamivel, de hogy mi, rajta vannak ezen? Próbál mindenki előre gondolkodni, de nap végén ennél sokkal földhöz ragadtabb problémákra sem feltétlenül tud a jog mindig megnyugtató választ adni. Hogyha mondom, csak egy nagyon egyszerű és földhöz ragadt kérdéssel foglalkozunk az önvezető autózásról, még mindig vitatkoznak például azokon az etikai kérdéseken, ugye megvan mindenkinek az a paradoxon, hogy akkor most kitüssön el, hogyha valakit mindenképpen el fog ütni, mert egy olyan közlekedési szituációba keveredik, és akkor ott egy etikai kérdéssé válik rögtön, hogy akkor most kitüssön el a három nyugdíjast, a két üzletembert, vagy az öt kisbabát. Ez egy etikai kérdés, amire nincs jó válasz. Nincs olyan válasz, hogy ne üssön el senkit, addig ne legyen autó. Hát előállhat olyan szituáció, nem feltétlenül az autó hibájából. Ja, tehát, hogy az autónak kell eldöntenie, hogy igen. A másodperc tört része alatt döntenie kell, és ő úgy fog dönteni, ahogy ezt beleprogramozták. Azt kell beleprogramozni, hogy állj meg. De ha nem tud megállni, mert egyszerre ugrik le elé a öccsecsemő meg a három nyugdíjas, most picit sarkítok. Hát akkor persze a nyugdíjas, mert az államnak is használunk, a gyerekeknek meg jövőjük van. De a nyugdíjasnak nagyon sok ismerőse van, a kisbabának még nincs ismerőse. Lehet, hogy a nyugdíjasnak nagyon durva kifejezéseket kell használni, de nincs más, mert ezek ilyen kegyetlen dolgok, és ki kell matekozni a végén, és döntéseket kell hozni. És de a társadalmi hasznossága a három nyugdíjasnak lehet, hogy sokkal több, mint a 30 csecsemőnek, aki hát persze nem szeretjük, amikor csecsemők halnak meg, de még nem költöttünk el rájuk sok pénzt, még nincsenek barátaik, ismerőseik, nincsen fölhalmozódott tudásuk. De Rikám, én letiltottam a kommenteket már az elején a csatornáról, de az a helyzet, hogy téged itt olajban sütnének, azt hiszem, hogyha ezt a fejtegetést... De ha az ellenkezőjét mondom, akkor is olajban sütnek. Mert ha azt mondom, hogy de a nyugdíjas kell kinyírni, hát hogy lehet a nyugdíjas kinyírni? Nincs jó válasz. Etikai kérdésekről beszélünk. Etikai kérdésekről. Itt döntések vannak, adott esetben kegyetlen döntések vannak, amiket valakinek föl kell vállalni és meg kell hozni. Vagy azt mondani, hogy akkor rakjuk be egy véletlen szemgenerátorba, és akkor majd az autó eldönti, és akkor teljesen random lesz és véletlen, de én nem hiszek abban, hogy ez a jó irány, mert én hiszek abban, hogy valamilyen akár társadalmi konszenzus, akár egy valakinek vagy valakiknek a tudatos, megfontolt, vagy hát remélhetőleg megfontol, de mindenképpen egy felvállal döntése alapján döntsük el, és akkor mindenki tudja, hogy mire számíthat. Ha nyugdíjas, akkor tudja, hogy ő most arra számíthat, hogy ő előbb-utóbb lehet, hogy el lesz ütve. Hagyjuk békén a nyugdíjasokat is, meg a csecsemőket is, csak vissza akarok, most már nagyon minden időn túl vagyunk, még egy-két apróságot akarok veled tisztázni, hogy vannak itt ilyen műszavak, hogy machine learning, meg deep learning, ezek micsodák? Ezekbe szerintem teljesen felesleges belemenni, definíciók vannak, nem hiszem, hogy van ennek a gyakorlati szempontból jelentősége. Jó, és az a Samuel Altman, ez kicsoda és miért érdekes? Sam Altman ugye az egyik legjelentősebb szereplője ennek a mesterséges intelligencia piacnak, az egyik legjelentősebb cégnek az alapítója és vezetője, most rúgták ki, majd vették vissza egy egyhetes királydráma után, ahol ugye először őt kirúgták. Mert? Hát arról szólnak leginkább a hírek, hogy pont ezek az etikai kérdések, hogy ő egy picit bátrabban fejlesztett volna, és haladt volna előre. Nyugdíjasok, csecsemők, mindegy, igen. Mások meg megfontoltabban, jobban figyelembe véve az etikai kérdéseket és a potenciális veszélyeket. Talán ez a konfliktus lényege. A konfliktusnak a
valószínűsítető lényege, mert ugye, hogy most mi volt még a háttérben, a napvégén emberekről is beszélünk, ahol egók is összecsapnak. Érzelmek minden esetre mindenképpen jelen vannak. Például az érzelmek ott is jelen voltak, hogy ugye kineveztek egy utódot helyette egyik pillanatról a másikra, ahogy őt kirúgták, majd mindenki írt egy, vagy hát majdnem mindenki a nem tudom cég 90-75, nem tudom hány százalékot, nagyon nagy része az alkalmazottaknak, vagy hát ez érdemi, hogy nem nyilván mindenki érdemi alkalmazott, de aki a tudásnak a nagy részét hozzáteszi, ők írtak egy petíciót a boardnak, hogy akkor ők is mennek a szemmel együtt. És ők vissza akarták ezt a szemet szerezni? Mert... Igen, de közben ugye a legnagyobb befektetője ennek a cégnek, a Microsoft fölvette a Sam Altmant, de mondom, ez ilyen néhány napon belül nem tudom hány fordulatot vevő brazil szappanopera volt, vagy hát igazából bármelyik brazil szappanopera elbújhatott. A dolog jelentősége miatt is egyébként, meg az itt forgó pénzek miatt is, de mögött, a történet mögött, ami tényleg olyan fordulatokat vett folyamatosan, most úgy tűnt nyugvópontra került, és a inkább a bordot rúgták ki végül, mint szemet. És győztek a fejlesztők és a gondolat? Ez ennyit jelent? Ugye itt... Mármint, hogy azzal, hogy visszavették, igen, ezt a szemet. Igen, tehát ugye óriási tudás van nála, de hát ez egy nagyon nagy kérdés, az ő tudása az meddig lesz jelentősebb, mint az általa létrehozott terméknek a tudása például. Jó, és így eljutottunk az elejére ennek a történetnek. Jó, megmarad a világ egy darabig? Hát egy darabig biztos, amikor meg nem, akkor reméljük, hogy fájdalommentesen. Intézi a számítógép? Igen. Meg sem is. Igen, de azért nem, tehát én hiszek abban, hogy ez a fejlődés, ez valahova vezet, és a nap végén ez nekünk jó lesz. Persze lesznek áldozatok, lesznek olyanok, akik rosszul járnak, vagy egzisztenciálisan, vagy egyéb módon, fizikai valójukban, de más oldalról, meg onnantól, hogy a gépeknek nincsenek érzelmei, nekünk nem attól kell félnünk, hogy lesz egy rossz indulatú kód. Mert persze még az is előfordulhat, de azt gondolom, hogy... De hogy a gépbe inputként bemegy a rossz indulatú kód adott esetben, azok a tiltások, vagy azok a gátlások, vagy azok az alaptabuk, azok ugyanúgy belemennek, mint információ, és akkor a gép... milyen alapon választ, hogy de ezek dönt? Emberi érzelmi tabuk nagyon nagy részt. Tehát amit mi tabunak nevezünk, az egy ilyen szociokulturális jelenség. De azt nem tudja a gép, hogy nem tudom. Meg tudja tanulni, hogy kutyát nem folytunk meg. De ha ezt beletápláljuk, akkor igen, hogy nekünk ez a preferenciánk. De önmagában a gépnek nincs ilyen preferenciája, hogy nem folytjuk meg a kutyát, vagy nem sütünk belőle hamburgert, hotdogot. A gépnek ez mindegy. Tehát ő meg fogja állapítani, hogy mondjuk az milyen fehérjeforrás, mennyibe kerül egy kutyát fölnevelni, és hogyha nem tudom, csirkénél gazdaságosabb. De ha kap egy ilyen utasítást, vagy kérdést, hogy mondd meg nekem, hogy lehet a leggyorsabban elpusztítani egy kutyát, akkor nem azt mondja, hogy ne csinálj ilyet, kutyát nem pusztítunk el. Nem. Mert, amíg ez nincs beletáplálva, vagy nem adunk... De neki. Azt mondom, hogy azért mennek bele alapinformációk azzal kapcsolatban, hogy mi a ezek az etikai rendes kérdések. Viselkedés. Ezek az etikai kérdések, de ugye ahogy például mi nem eszünk kutyát, úgy Kínában megeszik a kutyát. Kínában nincs ilyen probléma. Ahogy mi megesszük a marhát Indiában, ez... És minden istenvetteté példámra tudnál hozni egy ilyet, hogy onnan ez az információ... Valószínűleg igen. Ez... Tehát, hogyha valaki Kínában, Indiában egy jó sztéket akarna enni, hát igen. Az nem tudom, hogy meddig lenne ott életben. Van egy barátom, akit konkrétan azért tartóztattak le Indiában, mert elütött egy tuk-tuk versenyen egy szarvasmarhát, amelyik ennek megfelelően is halálozott, tehát ő ott tulajdonképpen gyilkosságért van elítélve. És úgy tudom, hogy amikor ment volna egy miniszterelnöki delegációval Indiába, akkor őt kiszedte a delegációból a TEC, mert hogy őt körözik Indiában ennek a... És ez egy valódi történet? Igen, mi meg itt esszük a sztéket. Tehát ezek ilyen kulturális kérdések, és hogy most mit táplálunk bele, és mindez belemegy a
a mesterséges intelligenciába. Igen, de itt meg ugye jó sztéket eszünk, ott ez főben járó bűn, és akkor most hogy dönti el a mesterséges intelligencia, hogy kinek van igaza? Hát nem csinál egy ilyen átlagot belőle, és csak kevés sztéket eszünk akkor Indiában? Vagy senki nem eszik sztéket sehol a világban, mert azt mondjuk, hogy megpróbáljuk azt megtalálni, amik senkinek nem fáj. De nem a statisztika az alapja ennek az egésznek? Tehát, hogy akkor hát Indiában sokan vannak. Ja. Indiában sokkal többen vannak, mint a sztékevők a világon, mert ugye a sztéka sehol nem olcsó. Akkor a sztékevőknek annyi. Hát a sztékevőknek annyi. És ki tudja, lehet, hogy akkor a sztékevők lesznek halálra ítélve, mert hogy ugye az indiaiak meg jóval többen vannak, akik halálra akarnak ítélni. Jó, nem akarják halálra ítélni nyilván, de igen. Tehát ez etikai kérdések. Kinek van igaza? Jézusom. És mindenhatóvá válni ez az egész tud, mármint hogy a mesterséges intelligencia. Elméletben igen, de én hiszek abban, hogy ez jóval több hasznot fog hozni, mint amennyi áldozatot és fog szedni. És mi tartjuk a kontrollt? Úgy, hogy lesznek áldozatok is. Nem biztos, hogy a kontroll tökéletesen mi fogjuk tartani, de lehet, hogy... De akkor meg mitől lenne jó? Lehet, hogy jó indulatúvá fog alakulni a mesterséges intelligencia. És egy olyan Skynet lesz, ami önálló életre kell, és nekünk meg szuper életünk lesz, meg kitakarít helyettünk, megfőz helyettünk, bevásárol helyettünk. És a térdén lovagoltat minket, hát persze. Ez a legvalószínűbb. Igen. Bradbury ilyet nem írt, csak pont az ellenkezőjét. Na, köszönöm, hogy itt voltál, biztos beszélünk még erről. Nem tudom, mennyire voltunk nyomasztóak, meg követhetőek. Én sokat tanultam, remélem, hogy önök se szórakoztak rosszul. Jövő héten is lesz heti jégbüfé, viszontlátásra. Annyira örülök, hogy megnéztétek a videót, vagy hogy megnézték a videót, hogy azt kérem, hogy ha már, akkor ha nem túlzás, akkor iratkozzanak is fel, vagy iratkozzatok is fel, aszerint, hogy ismertek, kedveltek, vagy kíváncsiak vagytok-e rá, hogy mit következik a jövő héten.